5 évvel a Mester Makovec Imre halála után hogy érzed magad, mint építész? Milyen látleleted van az építész közéletről, magyar építészet helyzetéről? Ha már ebben kezdett, hogy 5 évvel a Mester halála után, akkor nyilván elárvultan érzi magát az ember. Nehéz volt megszokni. Sokszor voltak olyan szituációk, amikor az ember azt mondta, hogy majd Imre helyre hozza, majd fölhívjuk, és akkor majd rendben lesz, és akkor rájössz, hogy ez már nem így fog működni. Hogy milyen az építész közélet. A szellemi része a dolognak, ha tetszik, akkor kicsit betokosodott. Nincs igazán új inspiráció. A másik oldalon viszont az, hogy létezik egy Kóskára Egyesülés, létezik egy vándoriskola, létezik egy országépítő, ennek egyre nagyobb az ismertsége. A másik az majdnem, hogy a praktikus része. Hisz visszautalnék arra, hogy se a Vörösiszapot, se más újjáépítéseket, se most a köznevelési infrastruktúra programot nem tudnánk megcsinálni, hogyha nem lenne egy olyan biztos hátországunk, mint a vándoriskola. A mester mindig azt mondta, meg erre is neveltek, hogy ha jó szívvel megkeresnek, ha őszintén megtalál egy feladat, akkor nem utasíthatod el, ha van rá képességed. Már 5 éve építészként dolgoztam a mester mellett. A Nemeskürti tanár úr által vezetett bizottság azt mondta, hogy ezen a nemzetközi megmérettetésen egyetlen egy magyar építész képes Magyarországot hitelesen és unikálisan képviselni, ezt Makovec Imrének hívják. A szakma nyilván hörgött, hogy mindenki tud pavilon tervezni, ugye ilyenkor mindenki nagyon ügyes. És volt egy elég sorsdöntő, tudtuk, hogy az lesz egy tárgyalás. És Imre jött fel a lépcsőn, és kérdeztük, hogy mi van ott, álltunk fönt. Azt mondja, megépítjük a pavilont. Mondtuk, hogy jó, de kicsoda? Azt mondja, nem érted, fiacskám? Te meg én. Mi megépítjük. Elvállaltam. A Makona elvállalta, hogy 3200 kilométerre Magyarországtól vagy Budapesttől fölépít egy pavilont egy tökéletesen ismeretlen helyen, tökéletesen ismeretlen környezetbe, úgy, hogy azok az emberek, akik rajzolták, én és a társaim, egy költségvetést életünkben nem tudtunk még összehozni, mert ez egy ismeretlen terep volt. Pilis Csabán járunk a Stefánumhoz, a legfontosabb előadóépülethez kapcsolódó diákklubnál. Mi ennek a története? A történet az, hogy készült erről egy beépítési terv, amelyben ez a diákklub, most menza, az egy önálló épület volt. És a főépületet az természetesen Makovec Imre tervezte, de azt mondta, hogy ez butaság több épületté szétvágni, mert elaprózódik, a rossz a léptéke, nem tud egymáshoz illeszkedni, egy nagy, hatalmas előadóterem és egy ilyen kis egyetemi klub, ennek egy épületnek kell lennie. És gondoltam, hogy hát akkor ezt majd a mester megtervezi. És nem sokára szólt, hogy menjek le és nézzem meg, mit rajzolt. Örömmel lementem, megnéztem, és rajz nem volt befejezve, hanem egy szaggatott vonal volt húzva, és oda volt írva, hogy tésztaháza. És akkor azt mondta, hogy na, fiacskám, akkor innen lehet folytatni. Tehát kaptam egy kontúrt, kaptam egy alapszituációt, és mint egy dalt, amit valaki felénekel, próbáljam meg folytatni és a magam modorába befejezni. Lényegét tekintve tulajdonképpen két részre tagozódik. Folytatódnak azok az élő vagy megmerevedett fák betonból, amelyek tartják az ereszt, ugye ez az Imre épületének a folytatása. Majd az egész tető átfordul egy kupolába. És ha átfordulsz egy kupolával, akkor onnantól kezdve egy picit más világot tudsz kezdeni, tehát egy kicsit olyan, mint egy karom, vagy mint a köröm az embernek az ujján, hogy egy struktúrából egy másik fajta, egy kicsit szögletesebb, egy kicsit erősebb vonalak, kicsit, ha tetszik, agresszívebb világba megyünk, és akkoriban nekem mániám volt, hogy valahogy a természet felé egy ilyen vágóéllel, egy ilyen hajóorral ízesül az ember, és aztán onnantól már a táj következik. És itt visszafogtad magad? Én úgy gondoltam, hogy én is valamilyen fajta idézetet ezen az oldalon
tehát a belső oldalon valamilyen fajta idézetet megpróbálok egymásból kinövő, ha nem is konkrét történelmi stíleket, nem egy stílus gyakorlatként, de egymásból kinövő tetőket, az alá befutó másik fajta világot, egy leépülő, fölépülő világnak valami fajta költői vagy festői konstrukcióját. Amikor a faluház elkészült, akkor megfogadták Imre tanácsát, addig ért be, kellett 2-3 év, és úgy gondolták, hogy mégiscsak kell nekik valami főépítész, kiírtak egy pályázatot, mondták, hogy pályázzak, én is mondtam, hogy én köszönöm szépen, de én nem pályázgatok senkivel. Nagyon prominens emberek jelentkeztek, tehát, de túl erősek voltak azért a egyszerű képviselőtestülethez, túl erős hangjuk volt, és nem tudtak választani. És aztán a egyik képviselő, egy helyi kőműves, azt mondta, hogy hát maráskodunk itt, tehát itt a Turit csinált egy gyönyörű faluházat, jól érezzük magunkat, rendben van, miért nem ő a főépítész? Mondtam, hogy ez így már egy kicsit máshogy hangzik ez a dolog, és hát abban a feltétellel, amit ez azóta is ragaszkodom, hogy nem vagyok kizárva abból, hogy tervezhetek. De tulajdonképpen nem tettem más, mint amit Imre tanított, hogy a feje tetejére állított világot helyreállítottam. Tehát azt a világot, amelyben a 60-as, 70-es évek arcú csapott, félrebillent fejű, alul sötét, fölülvilágos tetős házak helyett azt mondtam, hogy normális színeket tessék használni, ezek a normális színek, lehetőleg viszonylag világos föld színek, és Budakalászon minden egyes tetőt döntő mértékig piros, égetett agyagcseréppel lehet fedni. Ennyi a nagy tudomány. 20 év főépítésségének ennyi a tudománya. Adódott mindenfajta dolog. Csináltam lejtős terepre ipari üzemet DVD-gyárként. A következő feladat mindig a legérdekesebb feladat, így most egyébként konkrétan Budakalászra egy 16-an termes általános iskola a Patakpartra, amiben remélhetőleg az unokáim fognak járni, ami egy külön gyönyört ad ennek a tervezésnek.